Hagyományos évindító vacsorát tartottak az ipartestület székházának dísztermében. Az eseményre a testület tagjait várták, akiket a szervezet helyi elnöke köszöntött és foglalta össze számukra az elmúlt évet. Úgy gondolom, hogy a nehézségek ellenére a vállalkozók, kisvállalkozók megtalálták a számításaikat, és nem rossz évet zártak, de ehhez nagyon sokat kellett oda tenni, mind fizikailag, mind eszméleg, hogy talpon tudjanak maradni. Szólt arról is, az ipartestület életében óriási változások történtek. Ezek közül az egyik legjelentősebb a ceglédi Kavosz iroda megnyitása volt. Egy évet lobbiztak azért, hogy városunkban is megnyithasson. Ennek köszönhetően is stabil lett a gazdálkodásuk. Az idei évre átlépve 4 millió forint tartalékuk keletkezett, köszönhetően a Kavosz iroda jó működtetésének. A vállalkozókat, iparosokat köszöntötte a város polgármestere is, aki úgy fogalmazott, küzdelmes, de eredményes esztendőn vagyunk túl. Az elmúlt évet kellene jellemeznem, küzdelmes, de eredményes volt. Az értékelés az az önök feladata lesz, én csak két olyan objektumot emelek ki, ami nekem szívügyen volt, és nagyon boldog vagyok, hogy az év polgármestersége alatt valósulhat meg. Az egyik ügye a sportcsarnoknak az ügye, ami már 19-ben úgy nézett ki, hogy dugába dől, de sikerült egy főnix madárnak újjá születnie, és most már a sportolók meg hát a város lakossága is igénybe tudja venni, de ennél fontosabb számomra a Neteles utcai bölcsőde. Aki bölcsődét épít, az a jövőre gondol. A polgármester köszönetet mondott az iparosoknak az adókötelezettségek pontos teljesítéséért. Mint mondta, az iparűzési adó vonatkozásában is pozitívan zárta a város az évet. Emellett az adóerőképessége is növekedett 23%-kal. Egyre erősebb az ipartestületek és az iparkamara közötti kapcsolat. Erről már a megyei szervezet elnöke beszélt. Az a kapcsolat, ami az ipartestületek és a kereskedelmi és iparkamara között van, egy tradicionálisan épülő és egyre erősebb kapcsolat. Nagyon boldog vagyok, hogy ez a Széchenyi Kátya iroda itt úgy tudott rögtön az első évben működni, ahogy Attila elmondta, és azonnal már tartalékot is generált az ipartestületnél. Mi minden évben az összes ipartestületet támogatjuk, aki természetesen erre érdemesek Pest megyébe. Az évindító eseményen részt vett Skribek Pál, az ipartestületek Pest megyei területi szövetségének elnöke is, aki elismerően szólt a ceglédi ipartestület munkájáról. Itt Cegléden a fiatalok összefogtak az idősekkel, és újjáépítették a székházat. De nem csak újjáépítették, hanem más alapokra tették. A kornak megfelelően a fiatalok együtt működtetik, és ezt meg is lehet látni. És mint az ipartestületek megyei elnöke, én nagyon büszke vagyok arra, hogy ez Pest megyébe van olyan szervezet, akire most már az országban mindenütt felfigyeltek. Hozzátette, az ipartestületek között már példaként említik a ceglédit. Az évindító vacsorán megköszönték az ipartestület kollégáinak a munkáját, de elismerő oklevelet vehetett át az alelnöktől a testület elnöke, Spindelbauer Attila is, a ceglédi Széchenyi Kátya regisztráló iroda létrehozásáért. Az esten Hernádi Péter zenélt és szórakoztatta a vacsorán résztvevőket.